Pezsdi le a vére drága, mert az enyém az pezseg rendesen. Próbalábáztatás a háromszéki borvizes feredőben. Turisztikai ajánlatok tömkelege a világ összes pontjáról. Indul ez a rendezvény, ugyanis több standnál is meg kellett inni egy pohár pálinkát, tehát nem volt olyan egyszerű elérni a színpadig. Találhatunk itt extra erős propoliszos lóbalzsamot, de narancsbőr elleni krémet és mindenféle hátvakaró device-okat, és ne feledkezzünk meg az egész testes masszágy ágyakról sem. Nyitva tartanak reggel 10-től este 8-ig, keressétek, nyomjátok! Ezt csinálnám azért, azt utána halljátok. Nem egy rossz hely? Nem egy rossz hely. Tokaj, Villány, Eger, Balaton, Etyek. Soroljam még. Ha nagy söribó is vagy, gondolom eddig rájöttél, hogy ezek borvidékek, mégpedig a legjobbik fajtából. Ha megkóstolnád ezt a finom nedűt, akkor itt a helyed, a kultúrkertben, a múzeum háta mögött, ahol egyébként folyamatosan hátul mennek a színpadon a programok. És ne felejtsd el, hogy este, ha nem találod őket itt, akkor megtalálod őket az Indivinóban, ahol folytatódik a borkóstolgatás. Egészségedet! Emlékszel, mit mondtam szombaton, jeleztem vasárnap, szóltam róla hétfőn, figyelmeztettelek rá kedden, és még tegnap is elmondtam, hogy csütörtökön buli van! 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 Nagy, kaja, fia, mustár! S hát még péntektől az Autolift színpadon a Tankcsapda és a Váma együttes csapalovak közé, valamint a Children of Distance a Kaufland színpadon fogja nyomni a beateket. Hát épp van 5 perc csendünk, hogy el tudjam mondani a mondani valómat. Itt 5 percenként cserélgetik egymást az együttesek, a háromszéki diák együttesek találkozóján. Az előbb a Szent Györgyi Fakacsi Kanona együttes szedte a szilvát, most pedig a bluesos ritmusú After Eight következik. Hallgassuk meg őket! Néhány napja az egyik tanárom azt kérdezte, hogy mit tudok a slammerekről. Kérdem, hogy milyen slammerekről? Hát tudod, azokról a fiatalokról, akik ott írják a szövegeket és beszélnek a mikrofonba. És mondom, hogy ja, slammerekről! Csak annyit mondtam neki, hogy május 1-én nézzen be a Slam Poetry erdélyi Sepsiszentgyörgyi fordulójára és megtudja. Mi is így fogunk csinálni, megnézzük a mikrofon és toll forgatókat. Semmi probléma, hogy itt vannak a szüleim, nem is mondhatok mást, tán hogy nyerjen a Jobbik, de ez a kijelentés meg politikailag megbotlik. S lassan itt a választás, én meg nem vagyok független a szüleimtől, meg önmagamtól, meg talán még van egy-két dolog, de erről most nem beszélek, mert nyilván nem nyilvános. Ti halljátok-e? Na én igen!